Köszöntöm a képernyő előtt ülőket, és rögtön mondhatom azt, hogy ez az év is egy olyan interjúval kezdődik, amit nyugodtan nevezhetünk évindító interjúnak. Azért is évindító, mert sok minden történt az előző év végén, ami áthúzódik erre az évre, és ebből következik, hogy ha áthúzódik, akkor abból lehet erőt meríteni, és lendületet adni a 2022-es évnek. Sok szeretettel köszöntöm Gyurica László polgármester urat, és akkor vágjunk bele. Rögtön az első témakör, ami azt hiszem, hogy nagyon sok embert érdekel itt Kerepesen, ezek a beruházások. Hát valami csoda történt itt az utolsó negyed évben, fél évben, mert ennyi pályázati pénz, sikeres pályázat az utóbbi években nem fordult elő Kerepesen. Hát akkor nézzük sorba, hogy mi minden érkezik majd 2022-2023, bár a megvalósulás terén ide a városba. Üdvözlöm, köszöntöm a nézőket. Igen, talán mondhatom így, hogy egy kicsit meglódultunk. Az első, hogy elkezdődött az iskolának az átépítése, ez olyan 430 millió forintos beruházás lesz, ha jól emlékszem. Teljesen más lesz a iskolának az arculata, sokkal modernebb lesz, plusz tantermet kap, tehát egy sokkal komolyabb iskolába járhatnak majd a gyerekeink, egy modernebb iskolába. Erről megosztottuk a hírt. Hogy mikorra fog befejeződni az átépítés, reményeink szerint 2022 év végére. De hát ez a jelenlegi vírushelyzettől is sajnos nagyban függ. Aztán alakult egy pályázat, egy bölcsöde pályázat, amire 2021 elején kezdtünk pályázni. Hát óriási munka volt, hogy ez sikerüljön, meg is kaptunk egy olyan pozitív elbírálást, aminek köszönhetően 590 millió forint van már a városnak a kasszáján, a számláján, hogy ebből megvalósítsunk egy új bölcsödét. Ez 100%-os intenzitású, tehát nincsen olyan része a magának a bölcsödének, viszont lesz olyan része a bölcsödének, amit majd a városnak kell megvalósítani, tehát ilyen például a csatorna, a víz vagy a parkoló. A évnek az utolsó, talán mondhatom utolsó nagy híre az volt, hogy egy egyedi kormány döntés alapján a magyar állam 170 millió forintot adott Kerepesvárosának arra, hogy a Bajcsinyinszky utcát leaszfaltozza. Ez kifejezetten csak az aszfaltozásra szólt, tehát korábban készültek nagyon elrugaszkodott tervek az aszfaltozásra, ez több mint 300 millió forint lett volna, hát nem reális műszaki tartalommal, nagyon magas műszaki tartalommal, de költség tekintetében nem reális műszaki tartalommal, és a kormány úgy döntött, hogy megszavazza a városnak ezt a 170 milliót, ez konkrétan csak az útnak az aszfaltozásáról szól. Viszont egy kicsit át kell tervezzük annak érdekében, hogy beleférjen ebbe a keretbe, vagy csak nagyon keveset kelljen hozzátenni. És akkor még az utolsó, ami szintén egy friss, bocsánat, utolsó előtti, elindultak egy pályázatom, ami egy óvoda átépítés, egy óvoda korszerűsítés. Ez 314 millió forintos pályázat. A Szilasligeti Meseliget óvodának az átépítését pályáztunk. Remélem látható a képeken, hogy komoly lesz, megszűnik a palatető, az egész egy nagy egységet fog képezni lifttel, máshol lesz a bejárat. Tehát egy igazán komoly óvodája lesz a városnak. És akkor amit pont ma hozott föl az egyik kolléga egyeztetésre, beadtuk a EBR 42-es pályázatot a Szilasligeti útnak az aszfaltozására, ami a Töltyfa utcától, tehát az orvosi rendelőtől a alagútig megy az út. Annak egy jelentős szakasza lesz leaszfaltozva, amennyiben megnyerjük ezt a pályázatot, illetve még a Hold utcának egy szakasza, ameddig kifutja a biztosított pénzből. Itt csak egy zárójeles megjegyzés, az EBR 42-es pályázat ugye azt jelenti, hogy
Csak olyan utcákkal lehet pályázni, amelyek már le voltak aszfaltozva, csak tönkre mentek. Így van, a belügyminisztériumnak a pályázatáról beszélünk, és csak meglévő szilárd burkolatú utaknak, rossz állapotú utaknak a felújítására lehet használni ezt a pénzt. Tehát olyan utcákat nem lehet ebből aszfaltozni, ahol egyáltalán nincs régi aszfaltburkolat, vagy esetleg bacskaköves. Ebből ilyen pályázatból sikerült megcsinálni a Nefelejts utcának a lenti szakaszát, a hívfelüli szakaszát, vagy a Alföldi utca ilyenből lett aszfaltozva, illetve a Széphegyi útnak a alja szintén. Csak egy megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogy Budapesten, illetve Pest megyében is rengeteg olyan település van, ahol már 100%-os a szilárd útburkolatoknak az aránya. Csak olyan korán kezdték el az utak burkolását, hogy eltelt már 15-20 év, tehát ott már aktuális a felújítás, és már nem kéne nekik új utat építeni, de sajnos Kerepes még nincs ebben a helyzetben. Sajnos nincs, nálunk ugye 70%-a van az útjainknak aszfaltozva. Én nagyon remélem, hogy a közeljövőben, akár a mostani egyedi kormánydöntésnek köszönhetően, vagy a jövőbeli topos pályázatoknak köszönhetően, ez változni fog, javulni fog az arány. A bölcsődés szeretnék még csak egy félmondatos kis kérdést hozzáfűzni. Mi indokolja, hogy ez a bölcsőde a nagy létre kerül, és például miért nem a Panoráma lakóparkba került ez az új intézmény? Vagy kerül? Van már egy bölcsődénk, ugye közismert, hogy a Panoráma lakóparktól nem messze, közvetlenül itt a önkormányzat mellett van egy 10 éves bölcsőde. Az, hogy hova tegyük a bölcsődét, az egy szavazásnak lett az eredménye. Testületi szavazásnak, hogy két helyen van, vagy volt akkoriban úgy telkünk, amit erre fel lehetett használni, az egyik a Panoráma lakóparkban, a másik pedig a Szilas-ligeti nagyrétben. Most, hogy miért döntött a testület a Szilas-ligeti nagyrét mellett? Azért, mert a Panoráma lakóparktól nem messze itt van a bölcsőde, ami jelenleg már túlterhelt, és ezért úgy döntött a képviselő testület, hogy inkább a városnak egy másik felére, ami egyébként természetileg egy nagyon szép környezet, a kicsi gyerekeknek egy szép környezet lesz, tehát ezért került oda. Hát remélem, hogy ez sok embernek örömet jelent, és akik ezt kifogásolták, azok meg most osztanak, szoroznak, elképzelik a régi bölcsődét. Nyilván itt a gyerekek egy részét át lehet vinni majd az újba, és a felszabaduló bölcsődei férőhelyekre be lehet iratni a kicsiket. Nézzünk egy másik témát. A közmeghallgatáson is az egyik legsarkalatosabb pontja volt a nyilvános fórumnak, az elkerülő út nyomvonalának a megszavazása, hogy már döntött erről a hatóság, és sok embernek ez nem tetszik, tehát ezen a területen mit lehet elmondani? Ez eldöntött tény, hogy az M31 és az M3-as összekötő útja az úgy fog elkészülni, ahogy jóvá hagyták, vagy ezen még lehet tilitolizni? Nagyon fontos azt leszögezni, hogy ez egy 12 évvel ezelőtt kötött megállapodás alapján megvalósuló projekt. Ennek már meg kellett volna valósulnia, meg kellett volna épülnie, a legutóbbi időpont az 2017 volt. Annak idején készítettek egy tervet, tettek egy javaslatot, domborzat, növényzet, lakosság igényeinek a figyelembevételvel mellett, tettek egy javaslatot, ez többször volt egyeztetés alatt, többször ki lett kommunikálva, többször hozott igenlő döntést a képviselőtestület. Tehát gyakorlatilag akkoriban legitim képviselőtestület jóvá hagyta azt a nyomvonaltervet, amit többszöri egyeztetéssel a tervező iroda, az akkori cég elkészített. Most ennek a jelentős megváltoztatása az ismételt egyeztetéseket igényelne, de tekintettel a domborzatra, illetve a lehetséges költségekre nagyon nagy variálási lehetőség már nincs.
Hozzátenném azt is, hogy ez egy állami beruházás. Állami beruházás, amiről többszörösen döntött Kerepesváros képviselő testülete. Tehát innentől kezdve most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag lejártak ezek a tervek, megvalósulás hiányában lejártak a tervek, és most újra kell tervezni, de ez nem azt jelenti, hogy új nyomvonalat rajzolnak, meg mindenből újat találnak ki, mert most akkor kerüljön Valkó felé, meg Isaszeg felé az út. Tehát ez nem, tehát van egy meglévő terv, amit gyakorlatilag felfrissítenek. De ezt nem a város csinálja, nem a város az ügyfél, hanem ez egy állami megbízás. A városnak persze van véleményezési lehetősége, de olyan komoly beleszólási lehetősége már nincs ebbe az állami projektbe, mint ahogy egyesek gondolják, vagy egyesek szítják így választások előtt az indulatokat, hogy akkor hát a gaz kormány, vagy esetleg a gazváros vezetés olyan dolgot szeretne megvalósítani, amit az emberek nem akarnak. Én úgy tudom, hogy én is itt lakom Kerepesen, hogy ez a Kerepesváros túlnyomó többségének ez egy pozitív dolog. Aztán majd meglátjuk. A közmeghallgatáson is elmondták, hogy természetesen az önkormányzat azért van, hogy az itt lakók érdekeit képviselje, és amit ebben az ügyben lehet képviselni, azt megteszik. Tehát ha van lehetőség arra, hogy változtatni, akkor messze menőkig harcolnak ezért. Ez konkrétan mit jelent? Tehát mire van lehetősége, mire tudnak pressziót gyakorolni, hogy esetleg itt az újra tervezés esetén valami változzon? Amiben mindenképpen például vadátjárók, olyan vízáteresz, amire lehet, hogy előtte nem gondoltak, de valószínű, hogy kellene. Ezáltal a vadaknak a mozgása is egyszerűbb, tehát azokat az ökológiai folyosókat, amiket egyébként úgy megszakít az út, azt a vadak számára még azért járhatóvá tudnánk tenni. Tehát gondolok itt arra, hogy a Bolnok a gerincről lejövő vadak a szilas pataknak a forrásvidékén isznak. Na most, ha ott nincs olyan átjárási lehetőség, akkor ott balesetek lesznek az úton, vagy egyszerűen az állat nem tud inni, ha teljesen elzárható. Tehát ilyet lehet a lehajtók tekintetében. Sajnos nagyon komoly szabályok vannak, tehát ez egy rövid útszakasz a M3-as, M31-es között. Nagyon komoly szabályok vannak, hogy hány kilométerenként lehet lehajtó egy ilyen összekötő úton. Ez nem úgy van, hogy most én ide is kérek, meg 20 méterre följön, meg ott is, mert ez így lenne. Hát elviekben lehet, hogy ha kifizetnénk, megcsinálnák, de gyakorlatban a szabályok szerint nem lehet. Annak idején, amikor elindult a város ezen a úton, és hoztak döntést, örültünk neki. Én, mint kerepesi lakos örültem neki, hogy lesz majd egy ilyen összekötő út, illetve, hogy lesz egy ipari park lehetősége a városnak. Most már polgármesterként tudom azt, hogy olyan ütemben nő a városnak a lakosainak a száma, gondolok itt a panoráma lakóparkra, vagy majd a Széphegyi dombra, hogy fog beépülni, hogy ha belegondolunk, hogy mi van délutánonként Kistarcsánál, hogy áll már a kórház mellett a kocsisor. Nem tudnak bejönni az emberek a városba, nem tudnak áthaladni a városon, mert folyamatosan lámpáknál kocsisorok állnak. Reggel, mikor megyünk dolgozni, korábban csak Zsófialigetnél állt a kocsisor. Most már ugyanaz a lámpa, ami a Zsófialigetnél fogja meg a forgalmat, az egészen Kerepesi Hév megállóig, a Lila ABC-ig állítja a kocsikat. Tehát be fogunk dugulni. Vagy lesz egy elkerülő út Kerepesnek a észak-északkeleti részén, hogy kikerüljük ezt a forgalmat, vagy bedugunk. Illetve végre lenne egy normális út, ami elvezet a M3-asig. Most magánúton közlekedik a lakosság. De tudjuk azt, hogy kimegyünk Szilasliget felül, ott van a Hungaroring széle, és akkor két irányba lehet elmenni. Az már nem kerepesi terület, bonyolódi terület. Hála Istennek, Mogyoród, függetlenül attól, hogy az ő lakosai nem jönnek erre, egészen a város határig eltakarítja a havat, vagy lesúzza az utat, ha szükség van rá. De korábban ez nem így volt. Úgyhogy ez az egész elkerülő út dolog olyan, hogy megosztja a lakosságot. A régebbi lakosok, akik úgy szerintem
előrelátóan gondolkodnak, azok támogatják, és néhány ember nem támogatja. De ez egy, még egyszer mondom, korábbi testületi döntés alapján megvalósuló állami beruházás. Nem városi hatáskör. Több kerepesi lakossal is beszéltem, és érdekes módon szinte mindegyik úgy vizionálta ezt az összekötő utat, ami úgy fog kinézni, mint az M31-es. Hát nem. Hát nem. Ez úgy fog kinézni, ha megvalósul, úgy fog kinézni, mint az M3-as és Mogyoród között van az a szakasz, megnézheti bárki, ez egy ilyen elkerülő útszakasz, ami nem autóút, nem főút, nem autópálya, hanem elkerülő út, ahol a megengedett maximális sebesség 70 km/h. A városhoz közel eső részeken zajterelő fallal, zajfogó fallal lesz ellátva. Ám bár, ha belegondolunk, hogy itt a 30-as főút vagy 3-as főút, ami átvezet a városon, milyen zajterhelést jelent a városnak, ez töredéke nem lesz. Hát legyen így, és remélem, hogy ha elkészül ez az út, akkor azoknak is igazuk lesz, akik azt gondolták, hogy ez nem jelent túl problémát, akik meg azt gondolták, hogy ez problémás lehet, azok meg belátják, hogy ez tulajdonképpen pici megszorításokkal mindenki számára kedvezőbb. Más téma. Vince doktor praxisa továbbra is lebeg itt Kerepesen, és úgy tűnik, hogy rövid távon nem sikerült ezt a praxist betölteni. Most is kiírtak egy pályázatot erre a praxisra, és azt gondolom, hogy egyre sürgetőbb lenne ezt valahogy megoldani, mert a három praktizáló házi orvos akkora leterhelést kap, hogy már nem bírják. Kiket próbálnak ide csábítani, hogy hogy próbálják ezt a praxist, ami egyébként rendkívül népszerű volt, és Vince doktor ezt kiválóan vezette, hogy a jövőben ez már ne legyen ilyen neurológikus pont. Mikor Vince doktor elment, előtte volt jelentkező az ő praxisára, de ugye Vince doktornál volt a praxisjog, tehát ezt ő neki kellett volna átadnia. Most én ismereteim szerint nem tudtak megegyezni a jelentkező orvossal, ezután a Ficere doktort kellett alkalmazzunk arra az időszakra, amíg a Ficere doktornál volt a praxis, a doktor úrnál, ez december 31-e éjfélig volt, tehát január 1-én 00:01 szállt vissza a városra a praxisjog. A város természetesen folyamatosan hirdette az általunk elérhető összes csatornán, hogy szükségünk lenne orvosra. Igen ám, csak a vészhelyzet alatt hozott egy olyan, jelenleg érvényben lévő vészhelyzet alatt hozott egy olyan döntést a kormány, hogy a állami alkalmazásban lévő orvosok nem hagyhatják el a munkahelyüket, nem jöhetnek át magánpraxisba, és így hiába volt két jelentkezőnk Vince doktor úr praxisára, ez a két jelentkező nem tudott eljönni az ő állami alkalmazásából, és nem is fog tudni eljönni, amíg a vészhelyzet tart. Magán praxisból pedig nem akart átjönni senki. Úgyhogy egy olyan helyzet alakult ki sajnos, hogy nem tudtunk mit csinálni, ilyenkor a meglévő praxisok között kell szétosztani a felszabadult praxist, és reménykedünk abban, hogy ahogy vége van a vészhelyzetnek, akkor már lesz lehetőségük orvosoknak pályázni, és akkor meg tudunk velük állapodni. Remélhetőleg vissza lehet állítani majd a negyedik praxist. Másik téma, ami itt foglalkoztatja főleg a képviselőket, de szerintem már a kerepesi lakosokat is, hogy a polgármester úr elődjét tudomásom szerint, ha jól emlékszem, minden egyes testület ülésen az ellenzékben lévő képviselők felszólították, hogy mondjon le. Többen bejöttek transzparensekkel, követelve ugyanezt, és Franka Tibor három cikluson keresztül vitte a várost. És most újabban ilyen hangok vannak megint itt a testületi ülésen is, meg azon kívül is, hogy a polgármester urat próbálják lemondásra felszólítani, vagy ez meg is történt. Hát akkor ebből most mi az igazság, és
Ezt a helyzetet hogyan próbálja kezelni, polgármester úr? Tornyán József jut eszembe, hogy Horn Gyula mondjon le, vagy mondjon le, hogy a magyar köznyelvben híresült. Nézze, a mostani politikai kultúrának a botrány politizálás az része. A parlamentben ezt a viselkedés mintát súlykolják nagyon erősen a mentelmi joggal felruházott ellenzéki képviselők, hogy a egyéb területeken, akár önkormányzatokban, vagy megyei önkormányzatokban így viselkedjenek. Az, hogy lemondjon egy polgármester, tehát azért, de bocsánat, szerintem egyik képviselő sem, bár aki így viselkedik természetesen, nem erre kapott megbízást az emberektől, de szíve joga, mondhatja természetesen, hát én nem fogok lemondani, engem innen egy demokratikus választás, tehát az emberek fognak leváltani, vagy egy független bírósági döntés. Addig én maradok a polgármester, aztán van, akinek ez a megelégedésére, és próbálom végezni úgy a munkámat, ahogy eddigi visszajelzések alapján túlnyomó többségében támogatja a lakosság. Aztán hát valakinek nem tetszik, és azt mondja, hogy mondjak le, hát én meg azt mondom, hogy bármelyik képviselő, hogyha nem tetszik neki, fölállhat, és kiírunk az adott körzetbe egy választást. Minden esetre ezek egyelőre még csak feltételezések, de az élet halad tovább. Persze. Ez azt jelenti, hogy hamarosan el kell fogadni a 2022-es év költségvetését. A koncepció elkészült. Próbáljunk ebből a koncepcióból kiemelni egy-két olyan részletet, ami alapvetően befolyásol majd Kerepesnek az életét 2022-ben. Mi az, amit beterveztek, és véletlenül meg is valósulhat? A koncepció természetesen elkészült, a képviselőtestületnek mindenkinek véleményezési joga van, sőt, mi több, én írtam egy körlevelet a képviselőtestületnek, hogy amennyiben olyan gondolatuk van, ami belevehető, akkor a pénzügyi vezető úrnak ezt küldjék el, és akkor majd megvitatja a testület, hogy akkor beveszük a költségvetésbe, avagy sem. A fő csapás irány szerintem most az, hogy a pályázatokon eredményesen tudjunk részt venni. Tehát az egy dolog, hogy van egy pályázat, aminek 100%-os az intenzitása, nincs önrésze. Igen ám, viszont ha valamihez hozzányúlunk, és megvalósítunk például egy bölcsödét, akkor nem maradhat csak a bölcsőre úr, mert úgy, ahogy van, mert annak kell út, kell csatorna, kell parkoló, tehát ezt a városnak a pénzéből kell megvalósítani. Nagyon fontos az, hogy amikor a költségvetést is tervezzük, és amikor valamitre elkötelezi magát a város, hogy szeretne például egy bölcsődét 2023. május végéig megvalósítani, akkor annak ugye vannak egyéb költségei is, és hiába nem most 2022-ben jelentkezik ez a költség, a pénzügyön ennek már a költség vállalása pillanatában, tehát most a költségvetési elfogadásakor rendelkezésre kell állnia. Ezért van az, hogy most akkor vagy a városnak az adóbevételéből, a készpénzállományából kötünk le egy nagyobb összeget arra, hogy majd 2023-ban elköltjük, mert ennek most meg kell lennie, egyébként felborul a költségvetés. Vagy a városnak az ingatlanjait terheljük be, amit egyébként meg nem akarunk eladni, és különösen biztos, hogy majd valamikor el fogjuk adni. Viszont szerepelnie kell a 23-as költségvállalásnak, amit most tervezünk be, a költségének már most a költségvetésben. Amit látok most, forgalomlassító szigeteknek a kialakítása, virágládáknak a kialakítása, az EBR42-es pályázatnak van ön része, egy jelentős költség várható a sportház kapcsán, mert ott ugye a város elkötelezte magát, és hála Istennek a KVS-e elkezdte építeni azt a sportházat, ami egyébként a városnak a tulajdonába kerül,
és TAO pénzből valósul meg, csak a kávé se fogja használni a szerződéses időkereten belül. Tehát ez szeretnék is előszlatni egy olyan tév gondolatot, hogy az nem a városé lesz, az a város tulajdonába kerül. Tehát minden egyes forint, amit mi támogatásként odaadunk a sportháznak a megvalósításához, az a, gyakorlatilag az egyik zsebből a másik zsebbe átrakásnak a esete. Polgármester úr, köszönjük az interjút. Nézőinknek meg köszönjük a figyelmet. Köszönöm szépen.